és Milánnak. Kérdés voltam a csapatkapitánynál Szabó Zsoltot. Hatosan, hetesen, Ulaszi Krisztofer. Nyolcasan, Pabó Martínek. Tizenkesen, Pab Péter. Tizennyolcasan, Adéli Anafalon. 22-esen, Dr. Péter. 23-asan, Kis Raúl. 25-esen, Kovács Kristóf. A elégedkezett edzője, Bence Tamás, segítője, Kéti Góber. Következően a napok közösszéhez a játékszállítás. Egyesen, Mikely János. Kettesen, Kábel Fórius Gáspár. Hármasan, Vágnagy Jákos. Hatosan, Tarka Kéti. Hetesen, Oliver Kerekulc. Nyolcasan, Mihos Lelente. 9-esen, Márkó Bojkics. 13-asan, Mio Tártár. 17-esen, Nácsi Lóvics. 20-asan, Majd Rákos. 24-esen, Majd Rákos. 31-esen, Jókin József. Akkor ez az eszterelkezett az éjjel engedni, mert nincs is egyébként kis jól és simán játár. A mérkőzés három játék vezetője cíkre Csaba, Mosonyi László és Valózul a sportársa. A mérkőzés ellenőre, akkor nincs a járni sportárs. Arra kérjük kedves közönségünket, hogy egész mérkőzés alatt a Fair Play szeretnénk is koncentrózítsák a
szomorú eseményen indul a mai bajnoki mérkőzés. Arra kérdezik, hogy néha felállással emlékezzünk a közelmúltban el, hogy egykori Szeglyák utánpótlás egyszer a Vásárhelyi Kosárlabda U12-es csapatának trénerére, Sági Ákosra. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm az Alasport nézőit. Elkezdődött a Naturtex STL Szedeák, az Alakerámia ZTE KK bajnoki mérkőzés, a 17. forduló programja ez. Tiszta kékben a vendég ZTE, tiszta fehérben pedig a házigazda Szedeák együttese, és gyorsan a kezdők a ZTE-nél 1-essel, Harris 2-essel, Thompson 5-essel, Szabó 6-ossal, Ver, illetve 18-ossal Agafonov, Bence Tamás, valamint Henrik Roberta, két mester. A házigazdáknál 3-ossal, Vágvölgyi 6-ossal, Green 8-ossal, Juhos 9-essel, Boltics, illetve 17-essel, Sulovics, Angyelko Mandics, illetve Kis Zsolt dirigálja a Szedeák gárdáját, és az első kosár az egerszegieknél van. Agafonov egy horoggal vette be a házigazdák gyűrűjét. És van egy falt most már a ZTE-nél is, éppen Agafonov. Megpróbálom majd a faltokat is jelölni. Remélem nem feledkezem meg róla. Egy-egyre állnak itt a csapatok. Alapról Green, Sulovics. Ő egy minden hájjal megkent játékos, nagyon-nagyon jó kosaras Sulovics, nagy derbit vívtak még az ősszel Agafonovval. Szabó Zsolt, és nem tudja elpaskolni Szabó. Harris visszafordul, Juhos védekezik rajta, elvállalja a középtávolit, és be is talál. Sulovics, Green. Nincs itt Ponyavics, akit még a Paks ellen kiállítottak, ezért kénytelen kihagyni a mai találkozót. Ezáltal mindenképpen kevesebb lehetősége van Angyalko Mandicsnak a mai találkozón. Boltics, aztán érkezik egy távoli, és bent is van Juhos Levente egy távolival. Két győzelemmel várta az ZTE-t a Szeged, mind a kettőt hosszabbítás után nyerték meg a tiszapartiak, és legutóbb egy igen-igen komoly bravúrt hajtottak végre, hiszen Pakson verték meg az atomerőmű gárdáját. Agafonov, és falt közben Juhosnál. Kettő dobás lesz majd Agafonov. Jó az első büntetője Agafonovnak. Bent van a második is. Egyel vezet a ZTE. Egyébként nincs mese az zalaegerszegieknek, hogyha ott akarnak lenni majd a felsőházban, illetve a rájátszásban, akkor mindenképpen nyerni kell, hiszen annyira tömör a mezőny egy eladott labda közben, és nem tudja megfogni Thompson, hogy egyetlen vereséggel akár három helyet is lehet hátrébb csúszni, és a ZTE-nek egy nagyon nehéz sorozata jön majd, hiszen előbb a Falkót fogadják majd február 1-én, aztán Szolnokra utaznak. Ezt követője jön a Magyar Kupa, ahol a Deac-szal kerültek össze február közepén, és lesz még majd
két Alpok Adria mérkőzésük is. Green elcsúszott, nem történt szabálytalanság. Oda megy Thompson is fölsegíteni, illetve a Boltic. Bennett Green-t a parketről. Köszönöm szépen a kommenteket. Foci meccsen 2-1-re nyert a Zete, ezt írt az egyik kedves nézőnk. És az új szerzemény Bobál két gólt is lőtt. Szabó Zsolt közben. És a szegedieknek is a mai, talán az utolsó szalmaszáluk. Harris egy távoli, nem sokat vacakolt. Egyből ráemelte Boltic. Hát ezt egy picit elméretezte most Šulović. Ott volt egy falt, ezt nem fújják, Agafonov, és egy zsákolás a vége. Átlépi ezzel a 10 pontot. Az ETA 5-11. Lassan 3 perc telik el a mérkőzésből. Jól kezd az Zete. Boltic tette tovább. Bennett Green lépés gyanúsan indultak Vágvölgyi révén. Aztán egy távoli ketten is szedik az egerszegiek közül. Agafonovnak hagyta ott Thompson. Harris. Picit visszahúzódóbb játékos. Ebédnél nagyon nem beszélgetett senkivel. Többiek azért nagyon jókedvűen várták a találkozót, és nagyon sportszerű volt. Most Šulović mutatta a játékvezetőknek, hogy hozzáért Újhegyjel. Az megsüvegelendő mindenképpen. Oldalról ver, jöhet majd. 5 másodperce van az Etének, hogy befejezze a támadást. Szabó Zsolt el kellett engedni. Gyűrűt ért a labda, de Green szedte. Boltic remek formában játszik. Az utóbbi időben ott volt a forduló válogatottjában többször is. Egy tripla, Vágvölgyi. Agafonov. Harris, ott volt egy ütközés. Šulovićcsal ütközött Agafonov. És a szerb fiúra fújják a faltot, ezt most egy picit... talán könnyen fújta be Balogh Gyula, húha, róluk még nem esett szó már, mint a játékvezetőkről, Cifra Csaba, Pozsonyi László, illetve Balogh Gyula vezetik a mai találkozót, és dr. Gincsai János ül a zsűri asztalnál, mint komisszár. Cifra Csabát ismerjük, nála van a labda, hozzánk közelebb Pozsonyi László, illetve a szemközti oldalon pedig Balogh Gyula. Agafonov adja vissza Vernek. Az alapvonal felé elengedték Vert, és kint volt a láb. Ezt fújta a játékvezető, Cifra Csaba. Boltic, aztán Šulović. A táblázaton az ETA jelen pillanatban az 5., a szegediek a 12. helyen állnak. Agafonovnál közben a labda, most már Ver hozhatja át a szegedi térfélre, de ezt Bence Tamás is a mérkőzés előtti értékelésében, pontosabban esélylatolgatásában kiemelte, hogy nem valós képet mutat jelen pillanatban a Szeged szempontjából a táblázat, hiszen jóval jobb kerete van a tiszapartiaknak, mint ahol jelen pillanatban állnak, és az utóbbi időben ezt azért be is mutatták. Oldalról a házigazdák jöhetnek majd. Boltic. Šulović csinálta neki a helyet, aztán Bokához jött a labda, viszont annyi szerencséjük van most a házigazdáknak, hogy Harris lábbal hozzá is ért. Ugye nem nagyon szeretik a játékosok, főleg a magas emberek, hogyha alacsonyan kapják a labdát, tehát onnét még be kell gyűjteni, aztán fölemelni, tovább tenni, vagy dobni, ez azért nem egy egyszerű feladat. Šulović egy pillanatra ijesztett, mint hogyha rá is dobna rá, ezt viszont egy szép kosár Juhostól egy pontra
zárkózik a Szedeák. A Harris teszi tovább, ver. Agafonov jól zárt, ver. Egyedül megoldja Dustin Ver. Az első kosara. Voltics. Rá nagyon kell figyelni, hiszen ő képes egymaga is eldönteni mérkőzést. Csak úgy, mint Sulovics. Voltics jó passz. Egy jó védekezés. Ütközött ott Sulovics, ha jól láttam, akkor Harris-szel. Szabó Zsolt középtávoliba beleáll, egy zövid. És el tudja hozni Thompson. Ver, ez nagyon fontos pattanó volt. És egy távoli. Egy újabb tripla. Dustin Ver. 16-10-re vezet az Ete, és valamivel kevesebb, mint 4 perc van még hátra az első negyedből. Boltic. Szépen tört be. Bolticnek ez volt az első kosara, 12-16. Ver. A Vágvölgyi támadta, aztán nagyon kijönnek zavarni őt, ezzel telik az idő. Picit hosszú lett ez a középtávoli. Juhos szedte a pattanót, aztán nagy lendülettel elindul Bennett Green. Sulovics, de szépen fordult re Harrisről, aki aztán odaüt. Kettő dobás, illetve egy falt az Eténél. Ez volt a második hiba csapatszinten az egerszegieknél, és Harris helyére jön Gulyás Milán. És kettőt dobhat Sulovics. Bent van az első. Bent van a második is. ...14-16, megint két pontra megközelíti az Etét a Szeged. Ver. Valamivel több mint 3 perc van még hátra a negyedből. Gulyás. Az alafonalnál futott keresztbe Ver, nem kapta a labdát Thompson. Most van az amerikai játékosnál Vernél. Bennett Green védekezik rajta. Nem engedte el az alafonal felé. És ezt begyűjtheti még az Etever, meg is teszi. Nem tudta fölemelni a Gulyás. Agafonov. Ketten is figyelnek rá, próbálják lecsapdázni, jól fordult ki belőle. Érkezik egy távoli, és nagyon kevésen múlt. Gulyás emelte fel, ott hagyták tisztán, leléptek róla a védők. El kellett dobni mindenképpen. 2,5 perc van még a negyedből. Megint átdobja a Szeged a gyűrűt palánkról. Thompson. Nem volt szabálytalanság. Jól védekezett most Juhos. Bolt is teszi tovább. Green. Itt volt már egy falt, és nyugtatja Angel Komandic, de Bolticsot. Nem a játékvezetőkhöz szólt a szegediek mestere, hanem a saját játékosát csitította egyből. Kettőt dobhat majd Bellot Green. És kijönnek videózni a játékvezetők. Szerintem a korábbi ütközést fogják megnézni. Hogy ott mi történt, mert nem szólt a síp az zalaegerszegi térfő közepénél, amikor földre került Márkó Boltics. Pozsonyi László szólt a szegedi kispadnak, hogy
nincs miért közbeavatkozniuk így utólag. Belott Green, jó az első. És bent van a második is. Egyenlít ezzel a Szeged. Szabó Vernek tudta volna visszaadni, de aztán Tomzan is ellép Szabó felé, aztán elindul a gyűrű irányába, és jó a kosár Tomzonnál, és ráadásul még kiharcol egy faltot az amerikai fiú, tehát odaállhat még a vonal mögé. És ezzel bónuszba kerül a ZT-je, faltokat tekintve 4-3, tehát innétől hát egy szűk 2 perc van még hátra a negyedből, de a faltokat követően már lehet dobni, bent van a plusz 1 is. Boltics, Juhos kapja, Sulovics, Vágvölgyi futott egy jó nagy karikát, de nem ért labdához, aztán Gulyás ott a gyűrű alatt szabálytalankodik, ő lökte meg Bolticsot, és ezt fújta most pozsonyi játékvezető. Most már bónuszban vannak a szegediek is, faltokat tekintve, tehát 4-4, Boltics, Vágvölgyi lép kijebb, belevágta a blokkba, és így Juhos lábáról. Nagyon-nagyon sportszerűek a szegediek, ezt gyorsan el kell ismerni. Juhos abban a pillanatban mutatta, hogy merre fele folytatódik majd a játék. Balog Gyulának intette egyből, és ez nem megszokott sajnos a pályákon. Szabó, 1 perc, 20 másodperc még a negyedből, Gulyás. Szabó Zsolt kapja vissza. Egy lőtt passz, jól járatják most körbe, de gyorsan zártak a szegediek, és van egy újabb szabálytalanság, és ha jól láttam, akkor ezt Sulovics kapja majd. Balogh Gyula állt ott az alapvonalnál. 2 dobás. Tomzon dobhat 2-t. Az első bent van. Eléri ezzel a 20 pontot az Ete. A második kimarad. Viszont majdnem mondta, hogy marad a labda, elsőre Pozsonyi László a szegedi gyűrű felé mutatott, tehát hogy marad a labda az egerszegieknél, aztán gyorsan korrigálta magát, és így helyes különben, tehát ez nem lett volna jó ítélet. Az utolsó percen belül járunk most már. Cifra Csaba kért elnézést Andjako Mandicstól, és van egy ütközés, Vágvölgyi, illetve Agafonov. Sulovics mondja magáét Agafonovnak, és Agafonov pedig, ahogy itt a gesztusokból kiveszem, azt mondja, hogy neki futottak. Hát legalábbis én ezt tudom így leolvasni a mozdulatokból. Most a szegedieknél egy kis kupak tanács. Ott van két játékvezető is, Cifra Csaba, illetve Pozsonyi László. Ha fújtak, akkor dobás van. Vágvölgyivel szemben a szabálytalanság, ahogy korábban mondtam, Agafonovval ütközött. Vágvölgyi Ákos! A második rövid, 50 másodperc még a negyedből. Ver, Agafonov,
Sulovics ment oda zavarni, Thompson, Szabó Zsolt, Gulyás. Jól szorította ki most Melod Green, Thompson. 3 másodperc, el kell dobni. Lejárt a támadóidő, nem ért gyűrűt. Gulyás rámenése. 28,1 másodpercről indul az óra majd. 3 pontos előnyben a Zete. És valami kevés kis ideje marad az egerszegieknek, hogyha az utolsó pillanatban dobják majd el a tiszapartiak. Tehát erre játszanak most láthatóan. Úgy ez a 2-3 másodperc, amit a támadóidő, illetve a negyedből hátralévő idő között van, ez tényleg a lehető legrövidebb. Legyen egy zsákolás. Green tépte bele a gyűrűbe. 4 pontos. És Ver még rámeli 19-20, 10 perc játék után. Amíg szólt a Metallica, addig sajnos le kellett venni a hangot, az egerszegiek már ott vannak a parketten. Egyébként volt egy szomorú esemény is, vagy inkább balszerencsés esemény az IFI meccsen, az utolsó előtti percben. Farkas Attila megsérült, és ő nem is tudott már itt a nagy meccsre levetkőzni, illetve még az egyik törzsszurkoló barátunk, Vörös Laci is indult ide a szegedi csarnokba, de ő meg a hírek szerint defektet kapott. És nem is láttuk itt a egerszegi drukkerek között. A házigazdák jöhetnek majd félpályától. 1 pontos egerszegi előny. És gyorsan köszöntöm a Pelé klubban a kivetítőn mérkőzés néző szurkolókat is. Bolti csalabdával Harris megint fönt van, és Papp Péter most jelen pillanatban. Thompson nincs ott. Juhos egy palánkos kettes. Ezzel átveszi a vezetést a Szeged. Papp Péter, Agafonov. Ha lelépnek róla, ő rá fogja emelni a 675-ösön kívülről. Ez nem volt egy kis esés. Juhos picit méltatlankodik, hogy ő bizony nem érte el Ver kezét, tehát jókorát esett az amerikai fiú, és ott volt a közelben a játékvezető. 2 dobhat majd Dustin Ver. Jó az első. Bent van a második is. Boltic. Fél perc telt el a második negyedből. Egyel vezet a Zete. Vágvölgyi. Boltic. És
igazából minőségi rotációja nem maradt a szermesternek sem a szegedieknél, és nagyon-nagyon mélyről jön ki Velod Green dobása, de vissza is szerzi a pattanót Juhos. Boltic, Sulovic tolta befelé Harris-t. Így úgy gondolom, hogy legalábbis én elsőre úgy láttam, hogy szegedi kézről ment ki, és talán ezt reklamálja Alendás Harris is, Cifra Csabánál. Egy jó blokk, másodjára viszont már nem tudott menteni Agafonov. Agafonov szépen tolta be Sulovicsot, aki fogta egy pillanatra, vagy megfogta egy pillanatra fejét, mint aki komolyan ütközött, hogy legalábbis a fejére kapott egyet. Az Eténél most az előny Velod Green. Vágvölgyi jön el a labdáért, de végig szorosan követte Ver. Boltic, Sulovic, Juhos. Megint csak egy ijesztés. Szépen oldotta meg Juhos Levente. Most egyel előrébb járnak a Tisza partiak, 25-24. Ver nehezen szabadul Szabó Zsolt Juhos őrzéséből. Ver, Szabó. 7 másodperc még a támadóidőből. Harris, ő is visszafordul. Az órát is nézni kell, Harris. Nem volt, aki szedje a pattanót. Velod Green tépte le a levegőből. Vágvölgyi beleáll. Oldalról találja el a gyűrűt. Az ETL jöhet, és közben időt kér Bence Tamás. Ha a zene szól, akkor lehúzom a hangot. Természetesen. Egy pontos szegedi előnynél, tehát az egerszegiek mestere hívja oda a játékosait a kispadhoz. Egyébként ma játszák a Falko Atomerőmű, Sopron, Körmend, Szolnok, Kaposvár, PVSK, Kecskemét, Szerko TF, Budapest, Deac, illetve az Albafehérvár, Jászberény mérkőzéseket. Hát most sajnos le kell húznom a hangot. Folytatódhat a találkozó, alapon arról jöhet majd a zete. A Vágvölgyi távoli kísérlete jött le a gyűrűlőd és pattant ki a vonalon túlra. Dr. Péter az egerszegieknél most a parketten, 25-24, 2 perc 20 másodperc telt el a második negyedből. És 13-assal Virt Ádám a szegedieknél. Új ember a mai mérkőzésen, Harris. Visszakerül hozzá a labda, Harris. És az támadó. Jókorát huppant Boltic. Boltic a labdával. Vért. Vágvölgyi tette tovább, Boltic, egy sapka megint Agafonovtól, a második a mai találkozón, amit kihozta az ukrán fiú. Jövőre is az etét
erősíti majd. 9 másodperce maradt még a szegedieknek. Zsulovics, Boltics. 7 másodperc. Vágvölgyi. Ez nem ment be, is okosan oda pöccintette Agafonov Thompsonhoz a labdát. És falttal együtt Harris. 7 pontnál most már. Köpefónusz Gáspár kettessel a házigazdáknál. Kérdez az egyik kedves nézőnk. Írták már korábban, 2-1-re nyert a Zete. A foci meccsen. A plusz 1 nem jó Harrisnél. 25-26. Köpefónusz. Vágvölgyi. Megint csak egy ijesztés Zsulovicstól. Belotgrin, ő nagyon messziről emeli föl. Ez sem jó, nem volt esélye ott Kelpefronius Gáspárnak Agafonov mellett. El is hozta az egerszegiek centere a pattanó. Thompson, Szabó Zsolt. Neki még nincs kosaraimai mérkőzésen. Gyönyörűen oldotta meg Agafonov. És be is fért másodjára. 25-28. És 10 pontos ezzel Andriy Agafonov. Megint egy ijesztés Zsulovicstól, aztán kiátsza Belotgrin. Elindul, Agafonovról pattant le. Na mi történt? Tisztelt játékvezető sporttársak. Agafonovnál nem lehet falt, ott olyan szépen megállt, mint annak a rendje. Így van, ez a jó döntés. Ez a jó döntés. Megijedtem, hogy Agafonovra fújnak faltot. Ő megállt, mint a cövek, és lepattant róla. A kanadai fiú. Ezt helyesen ítélték meg most a sporik. Jó, ezért is kapni fogok majd, hogy ne sporizzak, de hát sporttársak. Ezt használják a játékosok is a pályán, hogyha szólnak. Doktor. És ott volt egy szabálytalanság Kelpefronius Gáspárnál. Ezt fújta Pozsonyi László. Én nem láttam, megmondom őszintén. És ez most már a harmadik csapat szinten a Szegednél. Megint a doktor Péter. Kevesebb mint 6 perc van még a nagy szünetig. Thompson jött ki a labdáért, Szabó. Greennel maradt ott. Ez lejön. És fönt van most Bagó Martin. Bal szerencsésen ért a labdához. Lett volna esélye begyűjteni. De rábízták Zsulovicsot. Ez szépen oldotta meg. Doktor. Thompson. Harris jön el a labdáért. Nem emeli föl elsőre. És kézzel együtt ütötte el Vágvölgyi a labdát. Ezzel viszont bónuszba került a Zete. Vágvölgyi helyére pedig érkezik 7-es számmal Bonifert Bendegúz. Egy csapat hibája van ebben a negyedben a Zetének, a túloldalon pedig 4. Egy újabb falt, akkor viszont már dobás van. És ha jól láttam, akkor épp az előbb beállt Bonifert ellen fújtak. Kettőt dobhat Allendice Harris. Most is kihagyja, ezt nem lehet mérkőzésen majd csinálni, tehát ezek az egy pontot nagyon-nagyon fontosak a sikerhez. Hát hogyha rendre hibáznak a vonal mögül majd a csapatok, vagy pontosabban az egerszegiek, akkor ebből akár probléma is lehet majd a végén. Most doktor Péternél a hiba. Ez még csak a második. Kelpefronius teszi tovább Zsulovics. Kelpefronius. Zsulovics. Bagóval maradott. Egy nagyon magasra kiemelt
dobás. Harris. Magóról. Mondom én. De akkor viszont még hozzáért Kelpefronius Gáspár. Alapról doktor jöhet, Szabó Zsolt. Ott volt már egyből Green mögötte. És megvan a kapitány első kosara. Ha ő jól játszik, akkor általában jól megy a csapatnak is. Átlépi ezzel a 30 pontot az Ete. Egy távoli. Ez lejön. Nem volt szabálytalanság. Ütközött Bonifert, illetve Harris. Aztán az ütközéstől ez meg egy lépés. A Green, illetve Szabó is összecsapott. Ott sem volt szabálytalanság, viszont ellépte így Szabó Zsolt. Van egy időkérés a házigazdáknál. 4 perc, 15 másodperc van még hátra a nagy szünetig. Közben köszönöm szépen a részeredményeket. A Falkó nagyon vezet az atomerőmű ellen, illetve a soproniak is magabiztosan vezetnek a Körmend ellenében. A Kelpefronius 4 pontos egerszegi előny itt Szegeden. Thomsonnál van Falt. Bernard Thomson helyére jön Papp Péter. 4 perc, 7 másodpercül indul majd az óra. Egyébként még annyit, aztán nézzük ezt a távolit. Green. Ezt Wirtnek mondják, de szerintem ez Green emelte föl. 30-31. Egyetlen gyors mondat csak a mérkőzés rendezésével kapcsolatban. Ezt eladta most Agafonov. Velod Green hozza el. És jöhet az Ete. Tehát nagyon-nagyon kulturált az egész rendezés. És egyetlen dolog, rendőrt nem láttunk. Tehát itt a mérkőzésen lehet, hogy van kint rendőrségtől biztosítás, de hogy egyetlen rendőrt nem látunk, az biztos. Attól függetlenül, hogy az zalaegerszegi szurkolókat azért mindig komolyabban felügyelik, hogy idézőjelben mondjam, tehát nehogy gond legyen, nem szokott egyébként komoly probléma lenni. 3 perc, 25 másodperc még. Ver. És van egy falt. Juhosnál. Ver húzza fel a szegediek magas emberét a parketről. És kettőt dobhat majd Dustin Ver. Bent van az első. Ez a 8. pontja volt Vernek. Ez pedig a 9. Juhos. Belot Green.
Fönt van Durázi is. Egy középtávoli, ez hosszúra sikerült, és kikapja Harris Juhos kezéből a labdát, nagyon határozott mozdulattal. Ver. Ezt tovább tudja tenni. Durázi, ezt támadó. Nem tudott lefékezni. És ezzel most már bónuszban vannak a szegediek is. Kérdezi az egyik kedves néző, hogy vannak-e egerszegi szurkolók? Hát igen, jó 30-an körülbelül itt vannak. Másfél órával korábban megérkeztek, mint a mérkőzés kezdete. Beszélgettünk velük egy kicsit a sportcsarnok előtt, tőlük tudjuk, hogy Vörös Laci defektet kapott tud közben. És nem láttuk még itt, tehát még nem sikerült neki megoldani. Kerpefronius egy távoli, ez hosszúnak tűnik, és úgy, hogy Durázi hozzáért, így jó az etének, ver. 2,5 perc még, egy picivel kevesebb. Ver. Agafonov. És kiharcol egy faltot. Nem is volt vita, bár nagyon felhördült itt a hazai publikum, de abban a pillanatban, ahogy a megszólalt a sípszó, már emelte is a kezét Bellot Green. Gyorsan el kell mondanom még egyszer, nagyon-nagyon sportszerűek a szegedi játékosok. Az első büntető bent van. 11. pontja Agafonovnak. Kettő perc, 15 másodperc van még hátra az első fél időből. Green Durázival maradott, be is tolja a gyűrű alá, aztán kicsúszott a kezéből a labda rá a combjára, onnét pedig az alapvonalon túlra kerül. Eddig úgy érzem, hogy kontrollálja az ETE a találkozót, nincs az az öldökről nagy iram, viszont nagyon jól termeli a pontokat. Agafonov, ez most nem jött be. Nem véletlenül reklamált Andriy Agafonov. De a házigazdák jöhetnek majd a lapról. Közben Sopronban fél időben 39-27 a Körmend ellenében. 1 perc 45 másodperc itt Szegeden még. A fél időben hátra lévő idő. Kelpefronius. Ez szép játék volt. Juhosnak egy picit hátra kellett nyúlnia a labdáért, de megoldotta. Durázi, Papp Péter. Ver. Agafonov, gyönyörű. Agafonov nagyon profin teszi a dolgát, sallagmentesen, közben Juhos Levente ment oda Cifre Csabához, aztán Pozsonyi Lászlóhoz. 32-37, 1 perc 13 másodperc van még hátra a fél időből. Folytatódhat a mérkőzés. Azt reklamált egyébként Juhos Levente, mint megtudtam közben, hogy
ott Kelper Frónius, illetve Dustin Ware csatájában hátra fogott Dustin Ware, és hogy azt nem fújták le a játékvezetők, hát volt benne valami, hátulról dögönyözték Ware-t, és próbálta magától távol tartani. Egy gyönyörű sapka megint, ez most már a harmadik blokk Ágáfonovnál, eszméletlen jó ütemérzéke van. Ez pedig egy gyönyörű kosár, egy jó leosztás után Harris. 7 pontra nő az alai előny, Kelper Frónius, bő fél perc még a második negyedből. Ez lejön, Harris pedig letépte szinte a levegőből a labdát, kapja is vissza egyből Vertől. Harris elindul, és meg is oldja. Nagyon jól dolgozik Allendice Harris, 12 pontnál az amerikai fiú, 32-41. Kelper Frónius az utolsó másodpercek itt a félidő végén. Kelper Frónius, és nem tudta bedobni, viszont már közben megszólalt a síp, hogyha bemegy, akkor megadják, és még egy dobás, így viszont 2 büntetőt dobhat majd Kelper Frónius Gáspár. 3 másodperc van egyébként még hátra a fél időből. Jó az első. Szolnok Kaposvár közben 44-40. Köszönöm szépen az információkat. A második kimarad, és még gyorsan el lehetne indulni. Rámelte még Durázi, és azt reklamálta, hogy meg is lökték. Volt ebben is valami, de ezt már nem szokták lefújni. Jövünk vissza egy szűk negyed óra múlva a folytatással.
pillanatokon belül kezdődik a második félidő. 8 ponttal vezet az ETE, és a vendégek, tehát a zalaiak jöhetnek majd. Ver kapja Thomsontól. Közben nagyon sok eredményt kaptunk itt, nagyon szépen köszönöm még egyszer a kedves nézőknek. A lányok is vezetnek Pécsen, pontosabban Kozármislenyben. Szabó teszi tovább még, és egy rövid távoli, a második már bent van. Ver tette vissza, ezzel átlépi a 10 pontot. És a legnagyobb különbség most alakul ki, 10 ponttal vezet az ETE itt a Tiszaparti városban. Boltics, Vágvölgyi, Solovics. Ú, de könnyen fordult le Verről. 6 pontnál Solovics. Ver, egy kiemelt labda, és megfogta a gyűrűt Szabó Zsolt, ezért kapja meg a labdát a Szedeák. Ugye említettem az első félidőben, hogy nem láttam rendőrt, aztán szurkolókkal itt beszélgettem, és megkérdeztem tőlük, és azt mondták, hogy vannak kint. Sokan nem, de azért természetesen biztosítják a mérkőzést. Egy távoli, ez lejön. Juhos engedte el. Nem volt bent, aki szedje a fehérmezesek közül. Szabó Zsolt megnézte a vonalat. Harris, de a gyűrű tövére emeli a labdát. Aztán azt reklamálta most Agafonov, hogy Vágvölgyi ott picit megtorpant. Agafonov pedig a másik palánk alatt már pattanót gyűjt be. Tehát, hogy mintha falt lett volna, vagy ütközés lett volna. Agafonov. Kettő dobás kimarad a Zitzer, de kettő dobás. És ha jól látom, akkor Sulovicsnál a falt. Ez az első hiba itt a második félidőben. Andriy Agafonov a vonal mögött. Nem igazán tudták megzavarni a dudával. 15 pontnál az ukrán fiú. Most már 16-nál. Boltics, Juhos, Sulovics. Belott Green futott egy félkört, nem kapott labdát, Juhos. Ez pedig elcsípi, remek ütemben Harris. Nagyon hasznosan játszik az új fiú. És Ver neki futott a védőnek, Vágvölgyinek. Bal szerencsére az ő lábáról csorgott az oldalvonalon kívülre a labda. Többen is elemezték a találkozó esélyét. Egy gyönyörű lefordulás volt itt. A második duplája volt Márkó Bolticsnak. Igazából körülbelül egyenlő esélyeket adtak mind a két csapatnak. Talán azzal, hogy nincs itt Ponyavics. Agafonov közben. Ez billent egy picit az ETE felé a mérleg nyelvét. Most állandósulni látszik ez a 10 pont körüli zalai előny. Másik irányba várta Boltics a labdát. Harris. Ha bemegy, sem adják meg, viszont van egy falt Vágvölgyinél. Ez a második csapathiba a házigazdáknál. Alapról jöhet az ETE. Agafonov lépett el üresbe, Ver, Agafonov, mondtam, hogy ha lelépnek róla, fölemeli. Igaz, ez most nem ment be, Boltics gyorsan fordul a Szedeák, aztán ott marad Belott Greennél a labda, ezzel pedig elindulhat Ver, gyorsan visszazárnak. Vágvölgyi volt élelmes, aztán megveri lábbal Dustin Ver, és most már 10 pont fölött az alai előny.
van egy időkérés a hazaiaknál. Egyelőre nem szól a zene, akkor viszont a hangot visszateszem. Tehát a következő csörtéi majd a Szedeáknak. Debrecenbe utaznak a hónap utolsó napján a tiszapartiak, aztán hazai környezetben fogadják majd február 8-án az Albát. Ez az egyetlen bajnoki mérkőzésük lesz majd február hónapban, és ők ugye nincsenek itt a kupában. Tehát egy hosszabb kihagyás lesz, na most szól a zene. Folytatódhat a játék, alapról jönnek a házigazdák, Boltics, aztán ott hagyja el Pefróniusnak a labdát. Nem indult el az óra, ezt mutatták a zsűri asztal felé, 20 másodpercre fogják visszaállítani a támadó időt. Így van, ezt a 4 másodpercet kérte Pozsonyi László a zsűri asztaltól. Kelpefronius, aztán Boltics. Falkó se 45-46 közben. Juhos Szabó Zsolttal maradott. És Szabó szabálytalankodik. Ez volt az első hiba az egerszegieknél. A harmadik negyedben. 37-49. Alapról Vágvölgyi, Sulovics, Juhos, aztán Boltics. Legyik kedves nézőnk írja, hogyha így folytatja az Ete, akár meg is nyerheti. Ezt meg kell nyerni az Etének, tehát nem nagyon van választás. Picit elnézték az egerszegiek, nem találok rá jobb szót. Sulovics szerzett egy kettest, ki lehetett volna hozni. A gyűrű alól a labdán, de hát eladták. 39-49, 4 perc telt el a harmadik negyedből. Egyébként a második felvonás 21-14-re nyerte az Ete. Thomson, egy trojka Bernard Thomsontól, 7 pontos. Eddig a legnagyobb különbség. Jó, a visszatett labda Sulovicstól, ebbe pedig bele tudott érni. Harris nagyon dühös, hogy nem tudta megfogni, vagy legalább megszelidíteni. Jön a válasz, Juhos. Juhos is szépen termel. Gyorsan összeszámolom, ő 16-nál tart. 18 pontos Agafonov. Ver, Szabó. Elindul Szabó Zsolt, és nem sikerült az itzert bedobni, Agafonov viszont elhozza a pattanót, aztán be is emeli. 20 pontos Andriy Agafonov. Remekül játszik az ukrán center. Boltics, Juhos. És csak egy ijesztés volt, Juhosra most ketten figyelnek, Sulovics, jön egy távoli, ez lapos, viszont elhozza Boltics a pattanót, Thomson eszmélt későn, igaz ő neki azért a támadóra is figyelni kellett, Kelpefronius. Ez az egerszegieké, és most is Sulovicsnak fent van a keze, mutatja, hogy ő ért hozzá utoljára. Nem először a mérkőzésen. Mondom, nagyon-nagyon sportszerűek. Juhos reklamál még ott Balog játékvezetőnél valamit. De Sulovics mutatta, hogy ő ért hozzá. Ismét fent van Gulyás Milán az egerszegieknél. Most Harris jött le. Ver, Gulyás, Agafonov.
ketten gyömöszölik, aztán el is veszik tőle a labdát. Ez pedig is sportszerűtlen Vernél. Bence Tamás még próbálja meggyőzni a játékvezetőket, de nem fogják visszavonni az ítéletet. Az első kihagyja Vágvölgyi Ákos. Marad a 12 pontos egerszegi előny. És a második is kimarad. Még relatíve jól jött ki belőle az Ete. És ugye itt a szabályok most már szigorúbban határozzák meg, hogy mi is a sportszerűtlen falt. Tehát, hogyha gyors támadást állítják meg szabálytalanság árán, akkor azt már fújják sportszerűtlennek. Gulyás ellen egy hiba, Bolticsa szemben követte el, dobásnál volt a szabálytalanság, így büntetők jönnek. Nem írták be az előző két faltot a Zetének, most korrigálják a táblán. Na itt mi történt? Itt egy jókorát esett Sulovic, nem néztem oda, megmondom őszintén, hogy mi történt. Megnézik. A játékvezetők. Hát épp az a szemközti eredményező táblát néztem, csak annyit láttam, hogy eldől Sulovic. Tomza mutatja közben Vernek, hogy a vállát paskolta meg, ő meg már dobta is magát hanyatt. Még van egy kis tanácskozás. Azt azért gyorsan mondom, hogy ha valakit meglöknek, nem így esik el. Kap egy technikai Bence Tamás. És kap egyet Sulovic. Elmondják, hogy elmagyarázzák most Bence Tamásnak, hogy mi történt. Bence Tamás elfogadja. Úgy de kár, hogy nem láttam. Tehát akkor az egerszegi mesterért a vállához. Biztos, hogy Bence Tamás nem fogja fellökni az ellenfél játékosát, erre a nyakamat teszem. Miért tenni? Ez az egyik kérdés. Tehát lesz egy technikai akkor. Egy dobás, ez is kimarad. Na akkor ez még a szabálytalanságért volt valószínű. Bolticsa.
43-54. Ver. Thompson. Agafonov. Egy remek labdát kap Agafonov. És újra beveszi a szegedi gyűrűt. 43-56. 13 pont már volt a két csapat között. 3 perc, 15 másodperc van még hátra a harmadik negyedből. Boltics. Nagyon koncentrált egyébként az Ete. Egy eladott labda. Kedves nézők írják, hogy ellökte. Én ezt Bence Tamásról nem hiszem el. Hát azt, hogy ő valakit föllökjön a pályán, ilyen nincs. Ver. Egy távoli! Dustin Ver! És jön az időkérés a hazaiaknál. Alba Jászberény az első negyedben 17-15. Köszönöm szépen az eredményeket, sajnos a zene az megint elindul. Folytatódik a játék közben, segítenek a kedves nézők, hogy mi is történt, tehát azt, hogy Bence Tamás fellökje, ilyen nincs. Tehát azt senki nem tudja elmondani, azt, hogy odébb tolja, azt el tudom képzelni, nem illik egyébként belehallgatni a másik oldalon a szakmai tanácsokba, a taktikai dolgokba. Sulovics, egy szép tempó, közben ketten is kiesnek az alapvonalon túra. De ahogy írták, ez alapos rájátszás volt utána az esés. Ezt el tudom képzelni, de azt, hogy fellökje, olyan biztos, hogy nem történhet meg. 45-59, 2 perc, 20 másodperc, mire kimondom. Gulyás. Itt van az édesapja. A mai mérkőzésen is Gulyás Róbert. Thompson. Szabó. Egy picit hosszú. És Gulyás elhozza a pattanót, és ki tudja még söpörni onnét a lábak közül. Thompson, Ver, Szabó, még egyszer, ez már bent van. Szabó Zsolt, a második kosara, egy duplája már volt, most beemel egy távolit a kapitány. 45-62, 1 perc, 45 másodperc még a harmadik negyedből. Most megint Gulyás, illetve Boltics akaszkodtak össze. Az egerszegi játékosra fújnak faltot. Akkor ez volt a negyedik, az előbb már én kiírtam, hogy 3-4, a technikait számoltam bele, de azt nem írták fel a táblára. Boltics. Jön egy távoli. Meg tudta még pöccinteni az ujjahegyével. Boltics. Csak összeszedik a labdát, aztán Thompson, ha nehezen is, de bevarázsolja a gyűrűbe. Hát lassan 20 pont közelében a különbség. Egy sapkát kihoz Gulyás is. 1 perc 12 másodpercen áll az óra. Jön Wirth,
Vágvölgyi helyére. Szolnok Kaposvár 68-58 a harmadik negyedben. Egy jó védekezés, Tomzontól az etéje a labda. Kerpefomius Gáspárról ment ki. Még a lányok eredményét kellene megtudni majd. Tomzon. Lassan az utolsó percen belülre fordulunk. Ebben a pillanatban Ver, és ellépte. Ver ezt mutatja, Balogh Gyula. Volt egy sasszézás, és ez fújható volt, úgy gondolom. Pontosan egy perc a negyedből hátralévő idő. 19 pontos egerszegi előny a Tisza partján. A Boltics, Kelpefronius. Egy eladott labda. Megint nagy csatába volt ott Boltics, illetve Gulyás. Nem engedi a palánkhoz közelebb a fiatal játékos, a szegedi játékmestert. Ebből vannak ezek az akaszkodások. Tomzon. Még 40 másodperc. Ver. Jó a váltás. Agafonov, Szabó Zsolt. Megint egy távoli, ez a gyűrű tövén pattant. Šulović. Kelpefronius. Juhos. Juhos. Ügyesen palánkra. Juhos Levente 18 pontnál. 47-64. És ezt már végig támadhatja az Ete. Ver. Nem fújták a faltot. Viszont dobhat majd Dustin Ver. Ez volt a negyedik csapat hibája a szegedieknek. 2,9 másodperccel a vége előtt, mármint a negyed vége előtt. Dustin Ver a vonal mögött. Bent van az első. ...17 pontnál jár Dustin Ver is. Most már 18-nál. Egy távoli próbálkozás. És... nem indult el az óra. Vége. 47-66-ról kezdődik majd a záró negyed. Kezdődhet a záró negyed, a lányok jól szerepelnek, Jóna István barátomnak köszönöm szépen az eredményt, 35-54, 5 perccel a vége előtt, itt pedig nagyon-nagyon magabiztosan vezet az ETE, 30 perc játék után.
a szegediek jöhetnek, Kelpefronius, aztán Boltics. Sulovics, Virt a labda útja, megint Kelpefronius. Ügyesen irányít a fiatal játékos Sulovics. Agafonovval egy csörte. Agafonovra fújják a faltot. Sulovics jöhet két büntetővel, az első bent van. A 11. pontja volt ez. És bent van a második is. Agafonov a legeredményesebb a mezőnyben. Itt is van egy szabálytalanság Dr. Péterrel szemben. Oldalról jöhet az ete. Agafonov. Egy újabb falt, ezúttal Boltics hibázott. Talán a legjobb center a magyar első osztályban Andri Agafonov. De hogy ott van a legjobbak között, a 100%. Nem igazán tudják megzavarni. 23. pontját szerezte ezzel. Huszonnégynél Andri Agafonov. Boltics. Harris mellett próbálna befordulni, nem sikerült, Sulovics egy egykezes távoli bent van. Egy tripla. 52-68. Arra azért számítani lehetett, hogy sok pont nem lesz ezen a meccsen. Agafonov, Harris jön közelebb, kapja is a labdát. Harris, ez most lejön. Föltel együtt Virt. Az első kosara, Harrisnél pedig van egy hiba. 54-68 és még dobhatunk. 1 perc, 5 másodperc telt el a záró negyedből, és támadó lepattanót szerez a büntető után. A Szeged, ez lejön, hanem nyúl közbe Szabó Zsolt, de belekapnak a szemébe, vagy az arcába, nem volt szándékos, oda is megy elnézést kérni a Juhos Levente Szabóhoz. Oldalról jöhetnek majd a fehérmezesek. 8:41-et mutat az óra, ennyi van még hátra találkozóból. Boltics emelte föl. Tomzoni a pattanó. Agafonov mondja Harrisnek, hogy menjen beljebb. Most labdát is kap Harris. És ahogyan dőlt el, el is lépte. Kettős csere. Az eténél jön Ver, illetve jön Gulyás, Dr. Péter, illetve Harris fújhatnak. Van egy kérdés hozzánk, milyen esélyünk van a kupában. Hát én nagyon bízom benne, hogy most már tovább jutunk majd az első nap után. Juhos, nem volt rajta ember, és visszaszerzi Virt a pattanót, lépett érte Tomzon is, de Virt volt előnyösebb helyzetben. Sulovics teszi tovább még, Kelpefronius, Juhos. Megoldja.
nagyon jól játszik Juhos. 56-68, az előbb 19 volt a különbség, most már csak 12. Agafonov, illetve Ver. Agafonov. Nem adták volna meg, ha bemegy, viszont Bolticsnál egy újabb hiba. Jön Green a Marko Bolticz helyére. Nem kipontozódott, bocsánat, ez volt az ötödik hibája a Bolticznak. Itt innét azokat a kis pöttyeket, hogy melyik messzámhoz tartoznak, nem lehet leolvasni, de ott látom, hogy a piros ötödik pötty megjelent egy játékos neve mellett. Agafonov, ez így falt Greennél. 62-38-re nyertek a lányok, Hegedűs Őri és Málci nélkül, írja Jóna István barátom, köszönöm szépen. És van egy kérés még, hogy az órát nem tudjuk-e megoldani. Hát ahhoz kellene plusz egy ember, ezt nem merem én bevállalni. Agafonov közben bedobja az első büntetőjét. Tehát nagyon-nagyon sok mindent kell itt csinálni. Az faltokat írom, a statisztikát írom, közvetítek. A pontokat próbálom jegyezni, aztán van, amikor elmarad egy-két dolog. Ezzel most már 70 a ZTE pontjainak száma. De kolléganőm fogja mutatni ott az órát, 7 perc 15-nél járunk egyébként. Egerszegi kollégámnak pedig szólnék, hogy aki trollkodik, azt legyen szíves, tegye rendbe. Agafonovnál a hiba. Sulovicsal szemben a falt. Ez volt a harmadik csapathiba a Zeténél. Juhos Szabó mellett lépett be, és jó védekezett még, Agafonov még ott elrepült, ez is megzavarhatta Juhost, de Szabó Agafonov páros megoldotta ezt a védekezést. Sulovics nagyon jól tapadt most Verre, Agafonov, Tomzom nyúlt meg, Szabó emeli, ez hosszú, vagy picit mellé, mert Gulyás Milán pedig elhozza a pattanót és csipte a gyűrűt. Még időben engedte el Ver, de nem állították vissza 14-re. Én innét úgy láttam, hogy az a dobás súrolta a gyűrű szélét. Az asztal másképpen döntött. 6 perc, 15 másodpercnél járunk most. Sulovics, megint csak egy ijesztés. Juhos elől paskolják el, aztán megint Gulyás Milán ér oda. Még időben jöhet egy csere, Bagó Martin váltja Andriy Agafonovot, óriásit játszott az ukrán center. Kap egy figyelmeztetést közben Bence Tamás, legalábbis egy technikait mutattak felé, tehát ő nem tett olyat, amiért kellene. Sulovics, Bagó védekezik rajta. Lejárt itt is a támadóidő, kivédekezte az Ete, nem figyeltek az órára, a fehérmezesek, jön vissza Vágvölgyi közben. Sulovicsot ülteti le közben, Angyelko Mandics mester, ő is jól játszott. De egyértelműen a házigazdáknál Juhos Levente. Kimarad. Remek labdát adott Ver Bagó Martinnak. Egy picit besodródott a palánk alá a fiatal játékos. Ezért nem tudta megoldani. Juhos visszaszedik a támadó pattanót. Pelot Green. Faltal együtt. 9 pontos Green. És most már mind a két csapat 4-4 faltnál jár.
Jó a plusz egy. '59-70. Ver, nem igazán kellene innét már szorossá tenni a meccset. Dustin Ver szépen palánkra. 20 pontos. Megint egy picit távolabb az Ete. Gepefronius, Belodgrin. Szabó állította meg falttal. Szabónak ez a harmadik hibája. Most csak onnét láttam, hogy most gyulladt ki felülről a második sorban a harmadik kis pötty. Az első büntetőt kihagyja Green. Ha jól tudom, akkor a következő idegenbeli szolnokon lesz majd. Hát kell inni azért, hogy ne legyen probléma itt az azonosítással. A második bent van. Ezzel eléri a 60 pontot a szegedi együttes, és van egy időkérés Bence Tamásnál. 5 perc, 2 másodpercen áll az óra. Tehát az Ete Falkó február 1-én, aztán Szolnok ZTE február 9-én. Egyébként azt az Olaj TV közvetíteni fogja majd. Nagyon profi stáb van Szolnokon, nagyon-nagyon jó a felszerelésük. Itt egy komoly gépparkkal rendelkeznek. Thompson, Harris, Thompson, Ver. Agafonov jön zárni. Jól lépett ki Juhas. Ver pedig látott egy rést. És Vernél van támadó hiba. Ezt fújt a Cifra Csaba. 4 perc 39 másodperc. 12 pontos egerszegi előny. Egy jó védekezés, és nincs falt, ott volt az esettől fél méterre. Balogh Gyula itt viszont van, és akár ez is lehetne sportszerűtlen, hogyha egy picit szigorú vagyok. Melod Greennél, ezzel mind a két oldalon 5-5 csapatfalt, dobások jönnek természetesen. Bent van az első. Thompson is eléri a 10 pontot. A második lejön. Juhos kezében a pattanó, nyert a Falkó az Ase ellen. Köszönöm szépen a végeredményt. Vért elcsúszott, ütközött Gulyással, de még ott a lábak között ki tudta tenni. Juhos. Agafonovról pattant le Juhos Levente, Green fél lábról emelte föl, Thompson, és szabálytalan labdavezetés, az előbb egy támadó, most egy technikai hiba az egerszegieknél.
Kell Petronius, kevesebb mint 4 perc még a meccsből, 13 ponttal vezet a Zete Szegeden. Belodrin, Juhos, jó a középtávoli, 22 pontos Juhos Levente, 10 közte. Tobzon, Agafonov, mellé húzza Harris, kilépett Vágvölgyi. Na, nem ezt mutatta a játékvezető? Én elsőre úgy láttam, hogy a vonalra bökött rá. Akkor nem. Akkor kettőt dobhat Vágvölgyi. Nyert a Szolnok a Kaposvár ellen, ezt is köszönöm. Itt pedig bejöhet 10 alá a Szeged, 73-62-nél. Ment van az első. Hét pontnál Vágvölgyi. Ment van mind a kettő. Még utoljára egy nagy szurkolásba kezd a hazai publikum. 3 perc, 20 másodperc van még hátra a meccsből. Azt hiszem, hogy egy 5-6 pont kell még mindenképpen az Etének a biztos győzelemhez. Harris középtávolija lejön. Kell Petronius. 3 percen belül Belodrin. Ez pedig Gulyás hozza el. Ver. Korábbi negyedekbe az ilyen hibákat, vagy az ilyen védekezést már több alkalommal lefújták. Ezt már beteszi Harris. Egy remek labdát kapott. Megint 10-en kívül az Ete. Kevesebb, mint 2,5 perc még. Egy távoli, a fehéreknél marad a labda, Green, hagyják, hadd dobja be, és időt kér Bence Tamás. 66-75-nél 2 perc, 11 másodperc van még hátra a meccsből. Jönnek vissza a csapatok. Közben kérdezi az egyik kedves nézőnk, hogy mi történik a hatodik faltán. Semmi, 5-ig írják ki igazából, tehát a 4 a vízválasztó. Addig nincsenek dobások büntetőket követően. Ha csak nem dobás, közben történik a szabálytalanság. De az 5-et, ha eléri egy csapat, akkor onnétól az ellenfél minden hiba után dobhat. És nem is írják ki már a 6., 7., 8-at, nincs értelme. Gulyás kilépett, 2 perc, 2 másodperc, 9 ponttal vezet az Ete, de ez még nem egy megnyert találkozó. Alba Jászberény 38-35, illetve az előbb kaptam egy eredményt, ami már kicsúszott a látókörömből, de ha jól néztem, akkor egyenlített a körben Sopronban. 2 perc ebben a pillanatban.
Kell Petronius. A Péternél a hiba. Megint csak büntetőzhet a Szeged. 1.52-n áll az óra. Nagyon nem lenne jó, hogyha a harmadik meccsét is hosszabbításra hozhatná a szegedi együttes. Ez nagyon lapos. A Vágvölgyi első büntetője kimarad. Ő eddig 8 egységet gyűjtött a találkozón. 22 pontos Juhos. A második becsorog. Papp Péter. 1.40. Csak kiharcolta. Ver nagyon rutinosan a faltot. Vágvölgyinél a hiba. Neki a negyedik, ha jól láttam. Ő a legfőső a táblázaton, mert ott gyulladt ki a negyedik kis pötty. Sopron körmenben körmenmeccs a hosszabbítás van, 70-69. Ver pedig büntetőzhet, hibázni nem szabad már a vonal mögül. Bent is van az első. Dustin Ver 21 pontnál, hogyha jól írtam. A mérkőzés alatt. ...22-nél. A Bellot Green, ez lejön. Papp Péterre fújnak még egy faltot. Hát ez el fog tartani egy darabig még, itt ez a bő másfél perc. Kedves Péter kérdésére nem tudok választ adni, megmondom őszintén. Bent van az első Vágvölgyi büntető. 1 perc 31 másodperc van még hátra. A második lejön. Harris begyűjti a pattanót. Megint kiléptek. Hát ott volt egy lökés Kell Petroniustól, azt nem fújják. A Zeténél viszont kilépett Harris. Kell Petronius. Green. Juhos. Ver. Elveszíti. Ez meg hosszú. Kint volt már Vágvölgyi. 1 perc, 9 másodperc. Héttel vezet az Ete. Egy kosár még megnyugtatólag mindenképpen kellene az alaiaknak. Letámadnak természetesen a fehérmezesek. Thompson, Papp át kell hozni, át is hozza. Harris. Ennyi hibát itt a végén. Bellot Green. Vernél a falt. 56,7. Félelmetes, hogy meg tudod zavarodni az Ete a végén. És följöhet 5 pontra a Szeged. Green dobhat 2-t. Az első bent van. Bent van mind a kettő. Agafonov, Ver.
Thompson. Bent van, eldőlt. Harris, egy hármas. Ez nagyon-nagyon kellett. És úgy gondolom, hogy ezzel eldőlt a mérkőzés. 8 ponttal vezet az Ete. 35,3 másodperc van még hátra a találkozóból. Még időt kértek itt a utolsó bő fél percre a házigazdák, de úgy gondolom, hogy ezt már nem fogja az ETA kiengedni a kezéből. Körülbelül másfél támadó időnyi van hátra. Harris kapja a dicséreteket, meg is érdemli. És dobott a mai mérkőzésen 17 pontot. Az egyéb statisztikáit most nem keresem a számítógépen, ezt a kedves nézők meg tudják tenni. De jól játszott Allendice Harris. Mint ahogy remekül játszott Agafonov, Ver, illetve a fiatalok is hozzátették a magukét, Thompson. Szabó Zsolt most pontokat tekintve nem volt kiemelkedő, viszont védekezésben ő is oda tette magát. 35,3, innét indul majd az óra. Majdnem elcsenték az egerszegiek, egy távoli, és beesik emberről. Green távolia. Na, ott mi történt? Ver, illetve ki van lent a földön a hazaiaknál? Vágvölgyi. Vágvölgyi, igen. Fél perc még a meccsből. Sajnálom, hogy ezekről mindig lemaradok, amikor írom be a pontokat, akkor történik valami a pályán. Most itt feleslegesen arénáznak a nézők is, a játékvezetők oda mennek most videózni. Nem, megnyugtatni a szegedi kispadot. Mandics mester nagyon-nagyon higgadt. Bence Tamás is érdeklődik, hogy mi legyen. Na, alapról jöhet az Ete. És van egy lökés. Evért Ádámnál. Papp Péter állhat oda a vonal mögé büntetőzni. Itt nem szabad hibázni majd. Sulovics integet a nézőknek, hogy legyezzenek, zavarják a fiatal játékost a büntetőzésnél. Ezt meg is teszik. Itt előttünk többen, Papp Péter bedobja az elsőt. Nagyon fontos pont az Etének, ez volt Papp Péter első találata. Bent van a második, és nagyon higgadtan. Egy távoli, Harris elhozza, még odaüt. Kelper Frónius, az amerikai fiú is büntetőzhet majd.
Hát ez a 20 másodperc eltart majd bő egy percig, vagy még tovább. Hiszen most áll az óra. Átvonulnak a csapatok a túloldalra. 82-75 megnyeri az ETE. A találkozót már csak a végeredmény, a kérdés. Aztán február 1-én pedig jön majd a nagy derbi. Harris beemeli az elsőt. Falco ellen, remélem, hogy teltház előtt. A második kimarad. Agafonov pedig még szerez egy lepattanót. Aztán így most már így visszajátszás. Nem, de különben az lett volna. Ezt reklamálják a kispadtól. Bizony Harris saját térfélen volt a lába, a kezében a labda is úgy fordult vissza a szegedi térfélre. Szerintem ez visszajátszás volt. Viszont büntetőt fújtak Green ellen. Nem oszt, nem szoroz, tehát a mérkőzés végkimenetele szempontjából nincs jelentősége. Harris bedobja az elsőt. Aztán a másodikat is. Visszáll a 10 pontos különbség és az utolsó másodpercek itt a találkozón. Mandics mester már kezet fogott Henrik Roberttel, illetve Bence Tamással. Még van egy rádobás, ez lejön. 85-75-re nyer az ETE Szegeden, és nem akartam mondani az elején, vagy legfeljebb csak utaltam rá, ez a kötelező kategória volt, tehát hogyha Zete itt nem tudta volna megszerezni a két bajnoki pontot, akkor nagyon-nagyon nehéz lett volna a folytatás, még a 8-ba kerülés is, így viszont azért optimistán állhattak hozzá, annak ellenére, amit már korábban mondtam, hogy két nagyon-nagyon nehéz mérkőzés vár az etére. Csulovics közben oda megy kezet fogni Bence Tamással. Én pedig megköszönöm, hogy nagyon sokan itt voltak velünk ismételteni. Még egyszer a végeredmény. Naturtex STS Szedeák, Zalakerámia ZTE KK 75-85. A lányoknak is gratulálunk, én pedig további kellemes estét kívánok mindenkinek. A viszontlátásra, viszonthallásra.